A mai részben az üzlettípusokról lesz szó. Ugye vannak a szakkereskedések, az ABC-k, a szupermarketek, az áruházak, a hipermarketek, a plázák, az üzletközpontok és a bevásárlóközpontok. Kezdjük is el akkor a szakkereskedésekkel. Például ilyen ez a pékség, hentes üzletek, zöldségesek és a csavarboltok. Tehát azok ilyen szakkereskedések, tehát csak azt lehet kapni. Tehát a pékségnél például csak péktermékeket, a hentesnél csak hentes árut, a zöldségnél csak zöldséges, a csavarboltban meg csak csavart lehet kapni. Tehát ezek a szakosított kereskedések, tehát szakkereskedések. Ugye a következő az ABC-k voltak, tehát élelmiszer és vegyi áru boltok az ilyen ABC-k. És akkor most beszéljük meg a szupermarketeket, tehát ezek ilyen kisebb boltok, tehát 2500 négyzetméter alattiak. Vannak még a diszkontáruházak, például pluszbolt ilyen volt régebben. Tehát a diszkontáruházban a választék szűkebb, rakodólapos kihelyezések vannak, tehát ilyen kisebb, kicsi a választék. Vannak az áruházak, mint például a Skála ilyen volt, meg a Centrum áruház. Ugye külön osztályokat tartalmaznak, és az osztályok ugye el vannak választva egymástól. Meg van bennük mozgó lépcső. Tehát külön osztályok vannak, az osztályok el vannak választva egymástól. Ez az áruház. Illetve vannak még a hipermarketek. Ez 2500 négyzetméter felett vannak az alapterületeik. Tehát itt bőve áruválaszték, és szinte majdnem mindent lehet kapni. Plázák. Ugye a plázák az élménynyújtás plusz vásárlási céllal jöttek létre. Tehát ott meleg kajától elkezdve minden kapható, illetve mozi is van bent, tehát hát egy vásárlói élménynyújtás. Illetve még vannak üzletközpontok, illetve bevásárlóközpontok. És nagyjából szerintem ezzel a témával így végeztem is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!